Fából készült padlóburkolat kiváló adottságaival a természetet varázsolja otthonunkba. Mivel a parketta sajnos vetemedésre hajlamos, az ajzatnak az átlagosnál is nagyobb követelményeknek kell megfelelnie. A parkettát néhány napig, bontatlan állapotban, a helyiségben klimatizálni szükséges. Az ajzat legyen tiszta, tartósan száraz, repedéstől, valamint tapadásgátló anyagoktól mentes és megfelelő szilárdságú. Ellenőrizzük a parkettázási munka perem feltételeit. Az ajzat hőmérséklete nem lehet alacsonyabb, mint 15 Celsius fok, a levegő hőmérsékletének el kell érnie a 18 Celsius fokot, a levegő relatív páratartalma nem haladhatja meg a 75%-ot. Az ajzat burkolhatóságáról vizsgálatokkal és mérésekkel kell meggyőződni. Különösen fontos az ajzat nedvességtartalmának mérése karbidos CM mérőműszerrel. Minél hosszabbak a parkettaszálak, annál fontosabb a felület simasága. Ezért a megfelelő alapozást követően a nagy szilárdságú szerezett DH Maxi vagy DD Plus kiegyenlítővel egyenlítsük ki az ajzatot. 4-5 nap elteltével csiszoljuk meg a kiegyenlített felületet, és a port ipari porszívóval távolítsuk el a ragasztó tökéletes tapadása érdekében. Pontosan illesszük össze az előre kiválogatott és leszabott parkettaszálakat kalapács és ütőfa segítségével. Egyszerre akkora parkettasávot, kezdősort állítsuk össze, amekkorát könnyen tudunk mozgatni és a ragasztó bebőrösödés előtt le tudunk ragasztani. Az összeillesztett parkett a kezdősor szélét jelöljük meg ceruzával, majd távolítsuk el a ragasztó felhordása érdekében. A kész parkett ragasztásához az egykomponensű, felhasználásra kész Cerezit P675 elasztikus parketta ragasztót ajánljuk, amely megvédi az ajzatot a parketta mozgásakor fellépő tépő és nyíró erőktől. Ebben az esetben az ajzatot a Cerezit DA Max ajzat kiegyenlítővel is kiegyenlíthetjük. Az alacsony szerves illóanyag kibocsátású Flextech technológiával készült modifikált szilánpolimer bázisú ragasztó tartósan rugalmas és kiválóan tapad csaknem minden felülethez. Egyszerre csak akkora felületre vigyük fel a ragasztót, amekkorát a ragasztó bebőrösödés előtt le tudunk parkettázni. Fektessük az összeállított parketta kezdősort a ragasztóágyba, pontosan illesszük a helyére, és alaposan préseljük az ajzathoz a tökéletes tapadás érdekében. A fal mellett kb. 1 cm-es dilatációs rést kell hagyni, és a parkettát ékekkel kitámasztani. Ezeket a teljes burkolat leragasztását követően azonnal el kell távolítani. A továbbiakban is hasonlóan járunk el az újabb és újabb parkettaszálak fektetésekor, amíg a teljes burkolat el nem készül. A parkettaszálakat ütőfa és kalapács segítségével a helyükre élesztjük, hogy a csap pontosan illeszkedjen a horonyba, majd a ragasztágyba préseljük. Ügyeljünk arra, hogy a parkettaszélek ne érjenek a ragasztóba. Ne lépjünk a frissen lerakott parketta burkolatra 24 órán belül. 24 óra elteltével megkezdhető a szegélylécek felhelyezése a megfelelő Patex építési szerelési ragasztó és kinyomópisztoly segítségével. A szegélyléceket a hátoldalukra történő ragasztó felhordás követően nagy erővel nyomjuk a falhoz a tökéletes tapadás érdekében.